egy igazi kis ékszerdoboz a Bakony nyugati végénél magasodó somló. A hegyre jellemző különleges vulkanikus talajon kiváló borok születnek. A testes, ásványos ízvilág a borászat rajongóit magával ragadja. Éppen ezért nem véletlen, hogy a borvidék nagy múltra tekint vissza. A Somlóhegyen úgy tartják, hogy az ott termő szőlőből úgy lehetne a legtöbbet kihozni, ha a területet ökológiai gazdálkodásra állítják át. Ezért elindultak egy cseppet sem könnyű, ám ígéretes úton. Több mint 20 éve már annak, hogy kapcsolatba kerültél a borral. Mi hozott össze téged ezzel az ágazattal? Egy nagy rácsodálkozás. Ahogy mondtad, több mint 20 éve az, hogy találkoztam olyan borokkal, az úgynevezett csúcsborokkal, csúcsmagyar borokkal, amire rácsodálkoztam, hogy ilyen is van, ilyen is létezik, ilyen csoda, ilyen szépség, mint ezek a borok. És akkor azt mondtam, hogy hát ha ilyen szépségek, ilyen csodák vannak a világban, akkor nekem ezzel kell foglalkozni. Mert annyira megtetszett. Így kezdődött az egész borkereskedőként, és utána jöttem a Somlóra. Szeretnétek átállítani ezt a hegyközséget, ezt a kis borvidéket biotermelésre. Hát ez nem egy könnyű feladat. Hogy álltok ezzel? Bizony, hogy nem könnyű. Jó. Jól mondod. Volt egy taggyűlésünk, ahol nagy többséggel megszavaztuk, hogy az egész borvidék egységesen álljon át az ökológiai termelésre. Aztán kiderült, hogy nagyon-nagyon sok kis termelő óckodik ettől, főleg a konzervatív, idősebb korosztályú kistermelők, és nagyon félnek ettől. Ezért aztán a következő közgyűlésen egy olyan határozat született, főképpen azért, mert a két legnagyobb borászat, a Krembacher-birtok és a Tornai pincészet tartózkodott ennél a szavazásnál, habár mind a kettő teljes felszélességgel a ökoművelést támogatja, de nem akarták erőből ugye rákényszeríteni az akaratukat a kicsikre, és így már egy kicsit azok kerültek többségbe, akik azt mondták, hogy jó, a két Somló bor, van egy Somló, meg egy Somló Superior. És a Somló Superior az legyen olyan, amit csak ökológiailag művelt szőlőből lehet készíteni, de az alapsomlói az nem. Jelenleg itt tartunk, de azon dolgozunk, hogy visszaálljon az úgynevezett rend, és mind a két somlói kategória csak ökológiai művelésű területről származó szőlőből legyen készíthető. Itt a te ültetvényedben te már így alkalmazod a technológiát. Mit jelent ez a technológia, ez az ökológiai gazdálkodás technológia nálad? Nincsenek felszívódó vegyszerek, ugye ez az alap. Nincsenek agresszív rovarirtószerek, nincsenek gyomirtószerek, nincsenek műtrágyák. Ezek mellőzésével ugye ezeket a pozitív hatásokat el lehet érni, de itt most ezen a területen nem csak egy bevált ökológiai művelés van, hanem kísérletek is vannak. És mégpedig két intézetnek is van itt kísérlete. Mivel kísérleteztek? Leginkább a részt kiváltó szerekkel. Az ökológiai művelésnél a rezet lehet használni. Megvan adva, hogy 3 év alatt mennyit lehet kijuttatni a területre, van egy limit, és a nehezebb évjáratokban egy kicsit többet, a könnyen megvédhető évjáratokban pedig egy kicsit kevesebbet. Minden esetre 3 évre van ez megszabva. De még így sem kevés ezzel a lehetőséggel, és most éppen olyan kísérletek folynak, hogy a rezet kiváltsuk valami más olyan szerrel, ami nem nehéz fém, és nem gyűlik fel a talajban. Bence, ti milyen szerepet vállaltok abban, hogy a Somlóhegy szőlőtermelői minél hamarabb át tudjanak állni az ökológiai gazdálkodásra? Próbálunk témákkal segíteni a képzésben, a hegyközség által szervezett képzésben, hogy még több ismeretanyagot kapjanak a gazdák. Másfelől próbáljuk bemutatni nekik azt, hogy milyen alternatíváik vannak a biotermesztőknek. Sokakban él az a kép, hogy az ökológiai gazdálkodásban nagyon kevés hatékony szer érhető el, és mi próbáljuk ezt a palettát a saját kísérleteink révén tovább bővíteni. Mikkel kísérleteztek? Miket állítottok be? Itt most egy növényvédelmi kísérletünk van, ez a Relax projekt keretén belül zajlik. Ennek egy testvérpárja folyik tagyomban. Itt viszont egy másik szerrel próbálkozunk, egy trópusi növény kivonattal, ahol azt vizsgáljuk, hogy ha ezt a növényvédőszert alkalmazzuk, akkor kihagyható-e a réz a növényvédelmi kezelésekből, vagy legalábbis jelentősen csökkenthető-e. Meddig tartanak ezek a vizsgálatok?
7 alkalommal fogjuk összesen megvizsgálni különböző állapotában a szőlőt, különböző kórokozóknak a fertőzésének a mértékét fogjuk majd megnézni ezekben az időpontokban. Gyakorlatilag, ha megvagyunk ezzel a 7 felvételzéssel, akkor fogjuk látni egyértelműen, hogy elválik-e a különbség egyik-másik kezelésnél. Az utolsó kezelés valószínűleg egy ilyen szüret utáni, lombvédelem után esedékes, úgyhogy majd az ősz során látjuk világosan, tisztán azt, hogy ebben a szezonban ez a különböző technológiák hogyan tudták megvédeni a szőlőt. Ehhez a programhoz nagyon komoly oktatás is kapcsolódik. Mire oktatjátok a termelőket itt Somlón? Az alapelképzelésünk az, hogy a Somlón gazdálkodó termelőket minél több információhoz jutassuk a szőlőtermesztéssel, szőlőnövényvédelemmel kapcsolatban, és bizony a talajvédelem egyes ágai is szóba kerülnek, amelyek mind-mind olyan hasznos információk, amelyek nem csak egy biogazdálkodót, de egy konvencionális termelőt is új információkhoz juttatják. Sok esetben még mi magunk is tanulunk, akik már régóta a szakmában dolgozunk, és ez azt gondolom, hogy a szőlőtermelő számára különösen hasznos. Tulajdonképpen egy egész palettát le kell váltani egy másik palettára. Mire tanítjátok meg a termelőket? Milyen szereknek a használatára? Arra elsősorban, hogy a fő kórokozók és kártevők ellen milyen hatóanyagcsoportokat kell használniuk. Olyan készítményeket is ismertetünk, amelyek nem a Biokont Magyarország Kft. Termékei, viszont természetesen arról is beszélünk, hogy mi magunknak milyen tapasztalataink vannak a Biokont Magyarország Kft. Termékeivel a szőlőben, amelyeket alátámasztanak az itt 2 éve végzett kísérletek. A Somló minden szempontból egy érdekes borvidék, nem csak Magyarország második legkisebb borvidéke, hanem mondhatjuk azt, hogy a szívünk csücske, hiszen a szőlő peronoszpora szempontjából kimondottan érintett terület. Talán a klíma és a mikroklimatikus adottságai olyanok, amelyek miatt a szőlő peronoszpora minden évben, még a szárazabb évjáratokban is megjelenik. Ezért nagy kihívás a helyi termelők számára, hogy megvédjék a szőlőt nem csak a lisztharmattal szemben, de egyéb kórokozókkal, így a szőlő peronoszporával és a szőlő szürkerothadással szemben is. És ezért dolgozunk mi itt. Kísérleteinknek a célja az, hogy ezeket a készítményeket, amelyeket forgalmazunk, vagy amelyeket a jövőben fogunk forgalmazni, és még nincsenek kereskedelmi forgalomban, kipróbáljuk, és a hatásosságáról meggyőzzük és bemutassuk a termelőknek.